Matolcsy Györgynek már ma el kell kezdenie dolgozni a Fidesz frakció által kezdeményezett javaslatok kidolgozásán. Ezt a miniszterelnök mondta, miután részt vett a kormánypárt frakcióülésén. A frakció több munkahelyet, alacsonyabb járulékokat és vállalkozásbarát intézkedéseket vár a kormánytól. Az ellenzéki pártok szerint nehéz úgy munkahelyeket teremteni, hogy a kormány jövőre számos új adót vezet be. Nem az órát állítottuk vissza 30 percet, csak a miniszterelnök úrnak még a nagybizottság tagjait kellett tájékoztatni. Több mint fél órát vártak a frakciótagok Orbán Viktorra. A kormányfő Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterrel vett részt a Fidesz frakcióülésén. A munkahelyeket megvédjük, illetve új munkahelyeket tudjuk teremteni. A frakció hetében vár a kormánytól javaslatokat. Rogán Antal azt mondta, védelmet kérnek a kabinettől az 55 év feletti, a 25 év alatti és a képzettséget nem igénylő munkakörben dolgozóknak. Ezt a sort most kiegészítették a gyermekvállalásról visszatérő édesanyákkal is. Továbbá tehercsökkentés sürgetnek az 5 millió forint alatti bevételű önfoglalkoztató mikrovállalkozásoknak, és azt is kérik, hogy a kormány érvényesítsen területi elvet a beruházási adókedvezményeknél, a nehezebb helyzetben lévő régiókat segítve ezzel. Ne szaladjunk előre. A miniszterelnök az ülés után azt mondta, arra kérte Matolcsy Györgyöt, hogy már ma kezdjen el dolgozni a munkahelyteremtő javaslatokon. Orbán Viktor azt mondta, nem vette rossz néven, hogy a saját frakciója kér a kormánytól. Én örülök annak egyébként, hogy a frakció nem egy az egyben fogadta el a kormány által benyújtott költségvetést, hanem miközben jónak ítélte azt, amit köszönünk, aközben azt mondta, hogy van néhány olyan fontos társadalmi cél, amit a következő évi költségvetésnek meg kell valósítania. Kis- és középvállalkozásokról beszélünk. A Fidesz frakció vezetője ezután arról beszélt, hogy 1-2%-nyi adómérsékléssel nem elégszenek meg, de azt, hogy pontosan mennyit szeretne a frakció, majd Matolcsy Györggyel közösen mondják meg a hét közepén. Ennek vannak költségvetési vonzatai. Ezt természetesen a frakció is tudja. Miniszterelnök úr külön hangsúlyozta, hogy a kormány úgy tudja ezeket a javaslatokat támogatni, hogyha egyébként a költségvetés hiánya nem nő. Gyógyszerkassa, gyógyszeráremelkedés, oktatási költségek növekedése. Bent az ülésteremben az ellenzék a költségvetés visszavonását követelte. Az MSZP szerint, amit a kormány csinál, nem más, mint improvizáció. Nem munkahelyeket védenek, nem a foglalkoztatást ösztönzik, és a gazdasági szereplők között pedig nem a bizalmi alapon nyugvó gazdaságpolitikát hirdetik, hanem pontosan a megosztó, adhok, improvizatív politikát képviselik. A Jobbik szerint miközben a kormány kifelé azt mutatja, minden rendben lesz a jövő évi büdzsével, addig egyre többen elégedetlenek a jobb oldalon is. Mondjam, hogy még a kormányon belül is nagyon komoly ellentétek vannak. Hát pont az önök egyik minisztere, Varga Mihály, az, aki a tranzakciós adót katasztrofális hatásúnak nevezte, katasztrofális hatásúnak tekinti, az az ember, aki összerakta önöknek ezt a 100 000-es nagyságú békemenetet, Széles Gábor nagyvállalkozó, kiállt önök mögül, és azt mondta, hogy ezzel tönkre fogják tenni a gazdaságot. A tervek szerint a költségvetés főszámait még a parlament nyári szünete előtt elfogadja az országgyűlés.